Sziasztok, Skacok, Ebeni vagyok a játékkörülettől, és ez egy olyan videó, amilyen videó még talán még nem volt ezen a csatornán. A minap gondolkodtam azon, hogy milyen új játékról készíthetnék nektek videót, és rájöttem arra, hogy a számítógépem hát nem minden dolog futtatására alkalmas. És jött az ötlet, hogy viszont van nekem egy S7 Edge-em, és próbáljunk már ki valami klaffa telefonos játékot, és hát éppen találtam is egyet. Ez a játék, ez egy túlélő játék. Az előzetes képek alapján, amit láttam róla, szerintem klaffán néz ki. Post-apokaliptikus zene szól, és itt van egy Enter felirat, rámegyek, hogy Enter, és behozott egy töltőképet, valami tippet ad nekünk, hogy a lőfegyverek, a tűzfegyverek hangosak, és hogy nem kívánatos figyelmet felkeltik, meg ilyesmi. Itt van nekünk egy figuránk, a nevünk a bal felső sarokban Player 6443. Remek. És mint látjátok, nem néz ki rosszul a játék. Az FPS lehet, hogy azért kevesebb egy kicsit, mert éppen videót rögzítek a telefonommal. És itt már lootolok is, lenyomtam ezt a kéz gombot, egy autót találtam, skacok. Telefonos játékról van szó, ahhoz képest elég klafán kezdődik. Ott az inventory van benne két fű, meg egy mag, és itt pedig az old pickup truckból van egy felső. Ezt egyből equippelem, egy ilyen csatabárd, ez is kell, mert itt valami szörnyek lesznek. Akkor tényleg mit lehet csinálni? Ja, mert stackkelve van és lehet splitelni, nem tudom, hogy összepakolni, de össze is lehet pakolni. És ezzel pedig splitelem, jó fasza. Ez pedig, ez nem tudom mi. Ja, scrap metal, hogyha elviszük hosszan az ujjunkat, majdnem azt mondtam, hogy ez egeret, akkor itt kiadja, hogy ez egy scrap metal. Ez ilyen metal, tehát fém törmelék, jó, ezeket is elrakjuk. Take all, close. És már ott van a csatabárd a kezünkben, gyerekek. A susnyásba lecsapjuk a zombikat. Vagy nem tudom, hogy itt mik vannak, zombik vagy... Fát ki tudom vágni? Ja nem, mert izé kell hozzá a gyerekek fejsze. Igen. Na már most. Én a videó előtt kipróbáltam, hogy fut a játék. És kafán. És leraktam egy ilyen szart. Csak azt nem tudom, tehát ezt a valamit ide a földre. Csak azt nem tudom, hogy hogyan szereztem hozzá fát, hogyha nincs fejszém. Kő. És lent kapom az XP-t, plusz 10 XP. Azt nem tudom egyébként, hogy multiplayer-e, de azt hiszem talán multiplayer. Aha, ez fa, pine log. Akkor lehet, hogy így lett faja. Tehát lehet fölvenni ilyen lehullott ágakat is. Most jelez valamit a térkép, most sötétedik, vagy mi ez, gyerekek, együnk? Hol jelzi az ilyen kajaszint, meg ilyen... Ott egy zombi! Hol a kajaszint? Le tudok googolni. Ó, és akkor tudok ilyen lopakodóba menni, és nem vesznek annyira észre. Azért ott egy ilyen, ott egy izé, lófaszmedve. Gyerekek, egy lófaszmedve, várjál, de az nem lófaszmedve, hol van a kecske? Látod a kecskét? Ott van lenne a kecske. Már bemegyek a lopakodóba, lopakodó. Lopakodó. Nézzétek, ott ír, hogy 5 életet, úristen, 2 éjséget, egy kiszállodást izél. Akkor megeszem a berrit, ezt mind megeszem, és el tudom rakni a bőrt. Faszák, vagy még egyet csuhantok. Tehát, hogyha valakinek szarul futna a telefonján, ja, ez még egy ilyen early access beta játék, már van ilyen a Google Play-en, tök lafa, és egyre több ilyen játék van, ennek örülök. Ha valakinek szaratyim futna, hát most levettem high-ra, megnézhetjük ultrán. Talán több poligon van, de most így a gameplay videó miatt úgy gondoltam, hogy elég lesz a high, hogy jobban fusson, de megnézhetjük lovon is a grafikát. Most levitte lovra, vagy nem, mert nem látom a... Lehet, hogy újraindítás kell neki? De ultrán olyan, mint a fő... Na mindegy. De le lehet venni a grafikát, hogyha valakinek ratyin futna. Bár nem tudok ilyen egyszerűbb... Tehát nem tudok ennél gyengébb telefonokról nyilatkozni, mert ez egy jó telefon, és nekem ilyen van most. Pine Log. Várjátok, itt volt ez a bungalló, tudjátok, amit elkezdtem csinálni, amit mondtam. És hogyha oda tudnék falat craftolni ebből a pine logból, legalább lesz hely a táskámba. Hol lehet craftolni? Itt vannak valami tervrajzok, small box, meg úristen mennyiféle craft van. Mi ez az ATV? Gyerekek, ez valami tank, vagy mi? Egy tank. Klafa, not bad. Not bad. Metal pipe, ágy. Gyerekek, még lónyerget is lehet, akkor lehet, hogy lehet menni lóval a játékban. Mindenféle fegyverek, táskák, elektronikus labor, turretek, mortálágy, ez... Baszek! Kemény. Oké, klafa. De ez most annyira nem érdekel, cancel. Teszünk falat.
Oké. Nagyon egyszerű ez az építőrendszer, tehát nem okoz, oda egy ablak legyen, oda meg egy ajtó. De az a baj, hogy most nincs elég, még kell még fa. Itt ezeket gyűjtjük össze. Plant fiber. Majd mindjárt kinyírok egy zombit. Megütött ez a ribanc, megütött. Ott jelzi a HP-t, meg is halt. És lootolom, mi van benne? Kötél. Hát nem tudom, hogy azzal mire megyek. Biztos mindjárt rájövök, hogy ott csinálok csákányt. El tudom képzelni, hogy lehet csinálni kőcsákányt. Általában az ilyen játékoknál van valami ilyesmi furniture, building. Hol volt a craft? Az a building? Ja, valahol itt. De azt nem tudom, ezek ilyen blueprintek, tervrajzok. Ó, igen, pickaxe. Itt van a fejsze, meg a pickaxe, meg valami lándzsa is van. Lehet kertészkedni is gardenbed. Akkor nekünk kell hatchet. Ja, ahhoz kell három ilyen fa, izé. Baszki. Jó, akkor gyűjtsük a botokat. Your inventory is full. Fuck. Akkor együnk. Együnk, és akkor hadd nőjön a begyünk. Úgyis, ja, most látom itt a karakter inventory-ba, itt lehet látni, hogy hát igazából csak éjség van, meg kiszáradás, lent pedig ilyen statok, hogy hát nem írja, de gondolom sebzés, pajzs, vagy hát védelem, páncél, sprintelés, hogy meddig tudunk futni, valami ilyesmit tudok elkezdeni, meg sebesség. Oké, okay, szerintem most már van elég izém, hogy csináljak fejszét. Lecraftolom, hatchet, craft, bazzeg, inventory is full, de nekem amúgy táska is kéne nagyon, mert pont ezért. Ezt nem tudok valamit még itt júzolni, bazeg. Hát megeszem a húst. Szerintem, ha nem eszem meg, lehet, hogy így problémás. Mert hogyha így nyersen megeszem, hát romlott hús, ja, kiírt a raw meat. Ja nem, az nyers hús, sorry, elnézést. Jó, akkor talán túléljük. De azért sok játékban... Mi ez az autó? Benyomtam valami autógombot. Úristen. És így elkezdett rohangálni, meg lootolni magától. Hol van? Én mindig összekeverem. Az a quit, a kilépés gomb nagyon szar helyen van, de... Sorry. Level up. Már a level up-pal kaptam új blueprintet. Igen, táska, instant. Gyerekek, ki tudom tanulni a táska receptet. Le is craftolom. That's cool, van táskánk. Most akkor mekkora az inventorink? Egyből fel is vette a backpacket. Nézd, ott van a hátán a backpack. Kurva jó. Ez már most jobb, mint a Daisy Standalone. Nagyon sokáig volt. Ott a zombik átmászkáltak a falakon, a fákon, aztán amikor bejöttek az autók, elszálltak az égbe az autók, videóda... Na, mindegy, jó. Aki tudja, miről beszélek, azt tudja. Jó. És akkor megcsinálom a hatchetet, craft. Megvan. És ezzel most már elvileg, ugye ki tudom vágni, aha. Látjátok, vágom a fát. Lent jön érte az XP, 3 pine log. Kurva jó. Ez, és... Na, most tényleg arra vagyok még csak kíváncsi, hogy már csak kíváncsi, hogy multiplayer, de szerintem az alapja, hogy a playernek van egy neve, meg most figyeljetek, ki meg kicsit a világból, nézzük meg, hogy mi van, hogy merre lehet menni, vagy mi van itt. Szerintem simán lehet, hogy ez egy multiplayer játék. Itt vannak ilyen zöld jelölések a térképen. Pine Bush. Szerintetek az mi lehet? Az egy másik playert jelölhet? Vagy csak valami lokációt? Lehet, hogy hát valami lokációt. Ott egy koponya jel. 20 óra 48 perc. És amúgy meg rettenetesen nagy a világ. Ja nem, ez itt már a széle. Sorry. Valami vadásztorony. És van ilyen, hogy klánok. Tehát vannak klánok is. Pumpjack, mit tudom, én nem tudom. Szóval biztos, hogy multiplayer a maga módján, csak hogy mennyire, hogy most itt bárkivel összefuthatsz, vagy ez hogy van. De ez a terület, ahol most vagyok, ez úgy tűnik, mint egy ilyen instanszolt zóna, ahol én saját magam vagyok. Esetleg el tudom képzelni, meg tudom hívni egy barátomat, de hülyén áll itt a hajam. Hát ezt már rég meg kellett volna igazítani a stream előtt, vagy a videó előtt. Valamilyen multiplayer tudok elképzelni. És most hol jöttem be? Gyerekek, nem itt voltam. Már jó fele jövök, itt zombi hullák vannak. Jó, oké, megvan. De most, ha megcsinálom az ajtót, és akkor már nem fognak szarakodni velem a zombik. Tetőt nem kéne rátenni? Nem. Amúgy meg nagyon pici lett a ház, most jöttem rá. Nagyon klefa. Már bele tudok ütni a... Nem, jó, nem baj. Csukd be az ajtót, mert bejönnek a zombik. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt még hogyan tudom fejleszteni. Furniture.
This section contains furniture items your backpack. Ez a furniture, ez a bútorozás, ez majd akkor tudjuk használni, amikor már lesznek a backpackbe, a táskánkba különböző bútorok. Baszod! Jó, és kacok, tudom, már sokszor mondtam, hogy jó játék, de jó játék. Ja, és azt is el akarom mondani, hogy ez nem egy szponzorált tartalom, szóval nem olyan, hogy rám írtak, hogy csinálok egy videót ebből a dologból, még mert azt gondolnám valaki, hogy azért dicsérem nagyon a játékot, nem. Imádom a Survivor játékokat. És ez a játék az, hogy telefonom van, és konkrétan egy PC-s játékkal úgy érzem, hogy felér, azért nem semmi. Mármint nekem, de lehet csak azért, mert én vérróka vagyok. És amikor megjelentek a telefonok, akkor még a Snake meg az ilyen szarok futottak rajta, de hát az már mikor volt. Na, tehát... Igen, azt akartam nézni, hogy tudom-e még bővíteni a házam területét, mert az még úgy jót tenne. Hát valahogy biztos tudok bontani. Figyelj, teszek oda ilyen padlót, és valahogy csak egybe tudom nyitni. Ez is lehet, hogy nem lehet zoomolni, vagy forgatni, nem? Aha, kétszer belekattintok, és delete. Jó, fasza, működik ez. Oda teszünk egy ablakos blokkot még. Oda jött egy sima. És még itt növekszünk errefelé. That's cool. Ez már jó lesz. Hát gondolom tetőt amúgy nem kell rárakni, mert... Hű, pacsak, ott egy zombi? Ja nem, az már hullája. Oké, kis XP. Meg még van egy csomó új craftunk, már itt a level 2-ben egyből, szóval ezeket érdemes megnézni. Garden bed, small box. A small box az storage, az itemeket el lehet benne tárolni. A lándzsa az ilyen önvédelemre, meg vadászásra való. Ja, ezt nem tudok csinálni. Ja, most nézem közben, skacok, hogy nem akárhány ilyen receptet tudsz kitanulni, hogy fölírja, hogy points 3-at ír nekem, 3 ponton van összesen, és egy adott recept, hát ott van jobb oldalt, hogy mennyibe kerül, hogy kitanuljam. Az kéne storage box is, mert fene tudja, mennyire grindolós játék. És biztos, hogy fogunk itt pakolászni, megépíteni. Jó, bemegyek a... Hí, kezdek kiszáradni, gyerekek, gyors, nincs nálam izé. Itt óka, nincs nálam. Jó, nem baj, nem esünk pánikba. A jobb felső térképen lehet látni a minimapon, hogy itt vannak ilyen bogyók. I'm thirsty, egyből megesszük. Ez mindent tölt. A gyerekek, a HZ1-ben is, emlékszem, amikor megjelent a HZ1, ez ilyen bogyók mindent vittek. Tehát abból állt a játék, hogy rohangász és zabász. Zabász, zabász, zabász. Bazek. Itt már most klafább, mert azért annyira durván nem száradunk ki, bár még megint thirsty vagyok. Már kezd kicsit sok lenni, én úgy érzem. Most kezd problémás lenni. Kurvára szerintem, skacok, tűnjünk el innen, mert kiszáradunk. Tehát menjünk ki ebből a zónából. Azt nem tudom, hogy ha meghalok, akkor mindent bukok el, de szerintem könnyedén lehet, hogy igen. Menjünk itt észak-keletnek, hogyha lehet így. Run, walk. 12, na jó. Oké. Okay. Na, itt jött el az a pont a játék idejében, amikor azt mondom, hogy kapja be. Na, nem szeretem az ilyet. Tudsz futni 8 másodperc alatt, egy ilyen normál idő, ugye, egy játékos idejében. 15 ilyen tököm tudja miért, amit nyilván készpénzért tudsz vásárolni. Fasza. Vagy sétálsz és vársz 12 percet. Na most ez egy olyan játék, ami nem annyira casual, hogy leülsz a buszon, nyomsz két kört, azt lépsz ki a francba, mert ennyi. És akkor ez itt tökre oké, mert mindig mire belépsz újra, addigra lejár a 12 perc. Ez egy olyan játék, ami tökre olyan, mint egy PC-s játék, tökre összetett, tök lafa. Már az első nem tudom hány percre megy ez a videó, tehát az első akárhány percben. És akkor feldobja nekem ezt a lehetőséget, hogy várjak 12 percet. És mégis hol üljek le és várjak 12 percet, vagy hagyjam abba a játékot és ne játszak vele soha, és ne jöjjek vissza játszani, mert ha várnom kell 12 percet, többet nem jövök vissza. Szóval ez szerintem szar, na mindegy. De ráadásul meg, hogyha így elfogynak a bokrok, gyerekek nézzétek, most visszamegyek a saját zónámba, így elfogynak a bokrok, akkor mégis mi a szart csinálok? Kénytelen, mert ha csak néha kéne elmenjek, de úgy látszik, hogy gyakran kell elmenjek, mert egyszerűen eltűntek a bokraim, és nem tudok megint lootolni ebből, nyilván nem. Így változik meg egy játékról, tök hamar a véleményem. Eleinte még ajnároztam, hogy menjek. Jó, oké. Kimegyek a térképről, és ha én azt mondom neki, hogy én
hogy én elmegyek valahova, mert itt most már egyébként nem nagyon tudok mit csinálni. Jó, respawnolnak a bokrók. Lehet, hogyha nem futok, akkor nem fogy a folyadék, de nem tettem azt, hogy itt várok 12 percet, mert én ezt nem akarom megtenni. Ez például tök közel van, ez is 12 perc. Minden 12 perc, ami messzebb van, az, ja, az már 21, értem. Jó, tudunk futni? Tudunk, mert egyébként alapból 100 ilyen energyvel kezdünk. Nem tudom, hogy ez az energy, ez mindenképpen olyan, hogy venni kell. Money, boots, ja, boost, inbox. Hey, kaptam alapból ilyen üveget, meg sült babot. Ó, oh, já! Yeah. Ezek ilyen ingyenes, gondolom, ilyen beltetők, hogy vedd meg, és akkor edd meg. Vedd meg, edd meg. Most nézem, hogy tök szarul néz ki, hogy itt a bankkártyám. És hát a telefontokban van a játék. Megérkeztem. Úristen. Ja, még mindig thirsty vagyok. Remélem, hogy itt már találok bokrot. Mert problémáim lehet. Ja. Úristen! Ha? No. Az ribanc. Meghalsz, buzi barbár. Ennyit érsz. Meghalok. Meghalok a kiszáradásban. Fasz meg, megittam két palackot, túl sokat, nem baj, eszek is. A gyereket kinyírtam. Van nála a first aid bandage, az a betom kötözne sebeimet, tök klafa. Oh no! Az anyád fasz, bocs, megint rám támadtak a buzi player. Meghalsz, mert gyors vagyok, mint a barbár. Barbár tökű Edvár. Pillanat. Skacok, el kell köszönjek, mert felébredt a Bogi, úgyhogy ennyi volt a videó, a játék pedig klafa, próbáljátok, kiszedjétek le, ja, és tök ingyenes. What's up?